sport, robotok, tudomány, technológia játékosan együtt 5. alkalommal rendez családi napot a Káposztási Családok Egyesülete, ezúttal az autómentes nap alkalmából. Erről beszélgetek most Mohainé Simon Gyöngyvérrel, a Káposztási Családok Egyesületének egyik alapítójával, kezdeményezőjével. Szervusz, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szóval először, mielőtt beszélgetünk a családi napról, beszéljünk egy kicsit magáról az egyesületről, hiszen már 5 éves az egyesület, tehát mondhatjuk, hogy szépen működik. És minden ilyen jellegű egyesületnél, ami ilyen rendezvényeket is szervez, meg közösségi programokat, nyilván van egy olyan alapító szándék, vagy van egy olyan kezdeményező szándék, hogy közösséget formáljon. Ez is ezért jött létre 5 esztendővel ezelőtt? Igen, pontosan. Ez az egyik fő célunk, hogy egybe gyűjtsük, hogy közösségé szervezzük a helyi családokat, és nem csak a családok, célzunk már, hanem a nyugdíjasokra is, és a fiatalokra is. Tehát gyakorlatilag most már minden korosztályt elérünk. Tehát lassacskán ez a családok név, ez már ki is esett le már abból a szempontból, hogy tágult a kör? Hát lényegében a család az azért összefoglalja az összes korosztályt. Ez így igaz. Úgyhogy ilyen értelemben abszolút marad a név, de kiterjedt a család minden tagjára. Ja. De hogy kell ezt elképzelni, hogy úgy éreztétek, hogy az ott élő családoknak kell valami közösség, ahova összejárnak, ahol programok vannak, és akkor azt mondtátok, hogy na jó, csináljuk meg. Már csak azért is, mert bár talán egyre gyakoribb ez a fajta civil kurázsi vagy civil kezdeményezés, de azért még talán nem teljesen elterjedt. Igen, ezért ennek voltak komoly okai. Na, ezekre vagyok kíváncsi pont. Igen. Például az, hogy én művelődés szervező is vagyok, és festőszakon is végeztem, és aztán, amikor megszületett az első gyermekünk, elég hamar kiköltöztünk Olaszországba a férjemmel együtt, és ott egész más társadalmi berendezkedést tapasztaltam. Én egy nagyon közösségi valaki vagyok, és folyamatosan közösségi, nagy társadalmi életet éltünk minden fronton, és egy olyan helyzetbe csöppentem ott bele, ahol hiába kerestem ezeket a lehetőségeket és az embereket, nem találtam. És ezért meg tudtam tapasztalni végül saját magamon, hogy milyen az, amikor az ember új helyzetben van, új környezetben. Tehát el voltatok egy kicsit szigetelődve? Hát én. A férjem, ő nagyon jól szóval dolgozott, de én mint fiatal anyuka ebben a minőségben, mint kategória nem létezett. Vagyis ez Olaszországban, vagy Olaszországnak azon részén, mert nyilván ott is van. Hát Észak-Olaszországban. Észak-Olaszország, igen. A ridegebb Észak-Olaszországban ez annyira nem jelent. Igen, és akkor elég... Ország délen inkább. Tehát az időjárás is rossz volt, ami 8 hónapig befolyásolta ezt, de gyakorlatilag csak 8 hónap után tudtam barátkozni, és ez nagyon sok volt, és gyakorlatilag... Hát már ott elhatároztuk, hogy fogunk dolgozni azért, hogyha hazajövünk, ami biztos volt, mert csak egy rövidebb időre mentünk, akkor ezért tenni fogunk, hogy aki Káposztás megyére költözik, és oda a Káposztás megyér 2-re, akkor hát tárt karokkal fogadva érezhesse magát, bocsánat, nem túl szépen mondtam, megismerhesse, hogy hol lehet bekapcsolódni. Tehát ez annyira fontos cél volt. Tehát és már akkor... csak azért is, már, tehát ilyen mindig azért valamilyen jellegű önzőségből jön valamiféle közösségértevés, nem? Hiszen az embernek gondolom ilyen saját személyes indoka, ahogy te is elmondtad, hogy legyen egy közösség, és akkor ez végül is tök jó mindenkinek. Hát igen, de mondjuk nekem megvoltak már korábban a közösségek, ez az Olaszország volt, ahol úgymond ki voltunk ebbe szakítva, de tehát ez tényleg végül is... Már nem az önző célból jött, hanem pont azért, mert nekünk már megvolt, csak hogy mindenki más is, akinek ezek eddig nem voltak adva, hogy fel lehető legyen az összes babás program, és akkor indultunk a babásoktól, aztán indultunk a kisebb gyerekek, nagyobb gyerekek, ifik, nyugdíjasok, és így tovább. Hogy fogadták ezt a Káposztási Családok, amikor ti gyakorlatban öltöttétek ezt az elméletet? Hát ez... Ugye úgy volt, hogy hazajöttünk, és akkor ezzel a szándékkal gyakorlatilag elkezdtük nagyon komolyan venni azt, hogyha ott vagyunk valahol, akkor ténylegesen ott legyünk, és akkor oda tudjunk fordulni afelé, aki mellettünk van. A játszótéren ez kiváló lehetőség, vagy az, hogy köszönök-e valakinek, vagy nem köszönök, itt kezdődik. Igen, tényleg, főleg Pestre ez nagyon jellemző. És a Káposztáson, igen, és ott mielőtt elmentünk Olaszországba, már akkor köszöntek egymásnak az anyukák, babakocsit tologatva ismeretlenül. És aztán, mivel Olaszországban
is csak úgy tudtam megfogni azokat a barátnőket, mert mindenki máskor volt lent, hogy a telefonszámukat elkértem, és akkor innentől kezdve már ugye megvolt az a kapcsolat, hogy tudunk együtt programot csinálni. Ez egy fontos része volt, hogy ténylegesen telefonszámok, e-mail címek, erre-arra együtt jártunk, tehát hogy mi ugyanúgy jártunk azért ilyen babás programokra, és aztán utána megalapítottunk egy levelező listát, most már ez több mint, nem tudom, 1200 tagot számlál. Tehát ez azt jelenti, hogy nyitott volt mindenki erre. Igen, nagyon. Igen, válaszolva a kérdésre, nyitottan, bár nem csak, hanem kicsit utopisztikusnak tűnt az ötletünk, akkor még nem az volt, hogy egyesületet akarunk, hanem tehát szeretnénk egy közösségi házat, meg szeretnénk, hogy itt közösség, és aztán az óriási katarzis volt mindenki számára, amikor ezek az álmok, amiket ott közösen beszélgettünk, és szerinted hogy lenne jó, meg hogy kéne, meg mi kéne, meg mire van igény, amit nagyon felmértünk, ez megvalósult. Uh-huh. Tehát akkor aki ebbe, vagy akinek tetszett, segített beszállni a szervezésébe is ebbe, meg segített ezt kigondolni. Igen, hát ezt. Mindenképpen beszédtéma volt az egész környék számára. Elmondhatjuk azt, hogy ez alatt az 5 év alatt úgy sikerült ez a dolog, amit ti kitaláltatok, hogy mondjuk például, ha köszönést vesszük alapul, hogy jó értelembe véve egy ilyen falu lett az a környék? Igen, teljes mértékben. Tehát már most pont a napokban volt egy levél, hogy valaki egy bizonyos rendszám égve hagyta a lámpáját az autón, vagy hogy elveszett a pénztárca, és aztán több óra múlva jött a dolog, hogy megkerült, és köszönjük, és minden megvan is. Tehát, hogy ennyit számít az is, hogy a levelező lista, de a levelező lista az csak egy dolog, ami egy fontos eszköz, a személyes kapcsolatok, meg a programok, azok meg teljesen kinőtték magukat. De érdekes, hogy azért ennek van egy ilyen biztonsági hozadéka is, nem? Mert nyilván biztonságosabb, hogyha ez a rendőrök is mindig ezt mondják, hogyha figyelünk egymásra, egymás dolgaira, igen, akkor azért jobban tudunk vigyázni magunkra, meg a másikra is. Nem az van, hogy két szomszéd egymás mellett él, de egy laza biccentésen túl nincs más kommunikáció. És ez nyilván mindenki az alapja a kommunikáció, nem? Igen, hát ez a figyelem, meg hogy tényleg jelen legyünk ott, ahol vagyunk. És a rendőrökkel is nagyon jóba vagyunk, meg nagyon jó az együttműködés. Azt mondhatom, hogy különlegesen jó az együttműködés. Közösen alakítottuk meg itt a helyi szem mozgalmat, szomszédok egymásért mozgalmat, ami pont erről szól, amit mondtál. Időnként ilyen lakossági fórumokat rendezünk, és ők is jönnek a sportnapra. Ez Káposztásmegyer 2-t érinti, tehát ez... Már nem csak. Túlnőtt. Ott kezdtük el, mert tényleg az volt a fontos, hogy ott annyian költöztek oda, tényleg munkavilágából hirtelen belecsöppentek egy teljesen új környezetbe, senkit nem ismertek, gyerekük lett, szóval... Tehát ezek szerint sok a fiatal, meg sok a kisgyerek. Igen. Ez egy jó alap erre az egész. Sok, és nagyon sok a nyugdíjas is. Uh-huh. Amikor megalapult ez, csak hogy rendkívül éles elmével elkezdek számolgatni, és 5 éve alakult az egyesület, és vagy jött létre az egész, és 5. családi nap, ez azt jelenti, hogy az volt a start eleve, hogy csináltatok egy rendezvényt, amikor találkoztatok. Igen, áprilisban alakult meg az egyesület, és novemberben csináltunk egy ilyen nagyobb programot. Uh-huh. És ezek szerint sikeres volt, mert megcsináltatok másodszor? Hát rögtön ilyen 200 fős volt, aztán utána a következő évben az erdőközi családi sportnapot csináltuk, ott a Homoktövis úton, tehát egy ilyen egészen megdöbbentő módon, és akkor most ott a Homoktövis iskola környékén van ismét már harmadszorra. Gondolom az, hogy egy ilyen egyesület működjön, meg egy ilyen családi nap évről évre létrejön, ez azon túl, hogy vannak az egyesületnek tagjai, az is kell, hogy legyenek partnerei. Ilyen például nektek mondjuk a Homoktövis iskola, ami most ennek a helyszíne is lesz, de gondolom vannak mások is, akikkel együtt működtek. Igen. A Közös Sport Egyesület, akik egy évvel hamarabb alakultak, mint mi, ők kezdeményezték tulajdonképpen ezt a családi sportnapot, és sokat beszéltünk már ugye a két egyesület alapítása óta, hogy mindenképpen együtt akarunk működni, és akkor mi hozzátettük végülis a kulturális, meg a családos részét a dolognak, és akkor van, hogy a ténylegesen a sport az, ami az egészben dominál, de most nem csak, de az is mindenképp. Tehát a Közös Sport Egyesület nagyon fontos, de különben mi az összes helyi bolttal, vállalkozással, kisvállalkozással, meg cégekkel, a védőnöktől kezdve az egyházakig, tehát gyakorlatilag mindenkivel. És a megyeri iskola is jelentős szerepet játszik ebben az
Vagy a homoktövis iskola is. A homoktövis iskola nagyon-nagyon fontos az életünkben, olyan szempontból is, hogy mi már előbb rendeztünk ott programokat, mint hogy a gyerekeink oda kezdtek volna járni, mert vannak nagyobb gyerekes családok is az Egyesületben, de zömében olyan családok vagyunk, ahol mondjuk harmadik, negyedikesek az első gyerekek. Mm. És akkor szép lassan elkezdtek oda járni a gyerekeink, aztán a második, harmadik gyerek, és akkor ez is egy speciális kapcsolat. Nagyon-nagyon-nagyon jó a tanárokkal is az együttműködés, tehát így egyesület szinten is, meg hát szülőként is. Mondtad, hogy azért a sport mindig része ennek a napnak, de azért ez túlmutat egy általános, vagy egy ilyen átlagos családi happeningen, már abban a szempontból, amit már mondtam az elején, ilyen címszavakat, amiket a honlapotokon is írtok, hogy robotok, tudomány, technológia, játékosan együtt, tehát hogy van ennek az egésznek valamilyen ilyen oktatási része is, meg sok minden, most túl a kézműves, meg a foglalkozása, meg az arcfestésen, ami általában van egy ilyenen, de ez egy picit úgy fest nekem, vagy olybá tűnik nekem, hogy nyit egy picit az a családi nap. Van mindig egyfajta ilyen tematikája, ami felé nyit? A korábbi években inkább tehát a közösségépítés, és úgy mérjük fel, hogy kik vagyunk, mik vagyunk ugye a közösségben, hogy ezek mutatkoztak be különböző módokon. És az utóbbi években, ugye most már 3 éves a Megyeri Klub, amit szintén mi kezdeményeztünk meg, tehát gyakorlatilag a szakmai beindításában is mondjuk jelentősen részt vettem. Az a klubotok ilyen szempontból? Hát igen, az egész környéknek ugye nem volt közösségi ház korábban, és emiatt a klub foglalkozásai, amik gyakorlatilag az alap dolgok nem változtak, de mindig jött még be egy-két dolog, tehát ők mutatkoztak be, valamint az iskolában működő foglalkozások, judó, karate, tollas, stb. És még van még más szervezetek is, akik sporttal foglalkoznak, és akkor ugye helyi szervezetek foglalkozásait mutattuk be interaktívan, ki lehetett próbálni. Tehát kicsit erről szólt jobban, igen. Ellenben most. És hát gyakorlatilag a Megyeri Klub, hála Istennek, nagyon szépen beindult, és nagyon nagy élet van. Nem kell már reklámozni ilyen szempontból. Mindig kell, de ugye már nem az van, hogy senki nem hallott róla még, vagy kevesen. És mindig figyelünk arra, hogy mi történik ott helyben, körülöttünk, és az előző sportnap óta, egész pontosan az előző sportnap óta, az iskolában működő ilyen Lego robot programozó csapatok nagyon-nagyon jó eredményt értek el. Egy közép-európai döntőbe is bekerültek, ahol külön díjat kaptak, és egyrészt követtük az ő sikereiket, megörültünk neki, ráadásul a levelező listán nagy visszacsatolás is jött, hogy az előző sportnap kutatásai, amit ott sikerült begyűjteni, meg megtenni, hogy azok micsoda nagy alapot adtak a gyerekeknek. Azt is hasznosítani tudták, hát ez tök jó. Tehát, hogy nagy mértékben tudták hasznosítani, és hát ez is egy ilyen külön öröm volt, mert minden ilyen visszacsatolás, ami ugye az ember ad, meg adja a lehetőséget, persze, és akkor örül, hogyha valami történik, de hogy vissza is jön. És túlmutat a szórakozáson, igen, azért. Igen, és akkor gyakorlatilag ők inspirálták azt, hogy a tudomány kerüljön most előtérbe. A Megyeri Klubban is működik tudóska fizika tanoda, például meg robotika csoport is, és az iskolában is van 3 ilyen Lego robot programozó csoport. És akkor gondoltuk, hogy ezt kéne kiemelni témaként, és emellé különben bejelentkeztek még a Herman Otto Intézet, illetve az EBAG program, a fővárosi ANTS-nek a programja. Tehát jött egyfajta ilyen egészségügyi vonal. Igen, de ez is tudományosan, és az egészben az a jó, hogy mindegyik interaktív, és még meg tudtuk hívni az N-Home zöldjárat program fizikai kísérletek előadását, ami egy ilyen nagyon látványos és interaktív, hát gyakorlatilag fizika show. Igen, pont ezt nézem, hogy a környezettudatos energiafelhasználás népszerűsítésében csak gondolom nagyon látványosan. Azért ez is fontos a gyerek, nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is, hogy azért fölkeltsék az érdeklődésüket ez ügyben, nem? Tehát, hogy... Igen. Igazából ez, hogy annyira összefügg minden, hogy és akkor keressük azt, hogy a sporttal is hogy függ össze, fantasztikus kutatási feladatai vannak ezeknek az iskolai csapatoknak,
és ami óriási lelkesedéssel és örömmel kutatnak a gyerekek, és mindig kapcsolatban van ugye az élő világgal is ez az egész, meg hogy milyen innovációt tudnak felmutatni. Van egy természetvédelmi része is ennek. Hát azért évről évre más a versenykiírás és kutatási feladat, és akkor most ez úgy pont összefügg. Igen, de ez tök jó, hogy ezek így összefüggenek, mert így akkor így a technológia mellett azért tényleg, amit mondtál, energia, környezettudatos energia, természetvédelem, látom, itt van a homoktöv is, környezetvédelmi oktatóközpont is, igen, részt vesz ebbe, szóval sok minden, sőt, ide hallgass programban, a gyerekek és fiatalok megismerhetik a különböző erősségű zajok forrásait és hatásait a szervezetünkre, hallás folyamatát, biztonságos és már káros hangerősség. Ez szóval, nagyon különleges, igen, lesz. Igen, szóval ilyesmi, játékos tudomány, tehát akkor lesz egyfajta ilyen verseny is, nem? Vagy... Nem verseny lesz, de egy ötállomásos, teljesen interaktív, egészen megdöbbentő, szemléltető eszközökkel és módszerekkel, ami a gyerekeket különböző dolgokra tanítja meg, illetve családokat. Tehát semmi nem lesz, ami ilyen álló stand lenne. Uh-huh. Tehát minden interaktív lesz, minden a családokért. 21. századi. Azt szintén hozzátenném, hogy idén már sikerült több személyes egyeztető találkozót is összehozni, tehát ahol többen ott voltunk a különböző szervezetekből, úgyhogy már a kapcsolatépítés ilyen szinten is elindult, illetve közös tájékoztató levelekben, tehát nem lesznek egymás számára sem ismeretlen, idegen, kis nem különítmények. Igen. Igen. Tudóska fizika tanoda, kölyök mérnök szakkör. Ez azért is jó azért, mert még talán még pályát is mutathat a gyerekeknek, igen, nem? Tehát, hogy fölkelti az érdeklődésüket, lehet, hogy ezzel foglalkozni, hogyha idősebb lesz. De persze a kultúra sem maradhat ki, mert azért látom, hogy színház is lesz például. Igen. Azért egy valamire való családi napon tényleg. Igen, a Majorka Színház előadása lesz, a Király Nyulai című interaktív bábelőadás. Majorka Színház fantasztikus, tehát, és ott laknak ők is a közelünkben, tehát ők is egy helyi család, és velük is nagyon-nagyon szuper az együttműködés. És azt elmondanám, hogy ez egyáltalán nem csak a gyerekeknek szórakoztató. A felnőttek alig várjuk már, akik ismerjük a darabjaikat, hogy ismét részt vehessünk előadásukon. Még annyi fér bele a beszélgetésünkbe talán, mert hogyha már ilyen a bábozásról beszéltük, hogy itt van például, szóval, hogy ti erre arra is energiát fektettek, hogy ilyen, nehogy szétszedjen, ilyen látványos, szép dolgokat csináljatok. Például ez egy térképpel gondolom az eseménynek, mit hol találsz. És melletted meg van egy ilyen kis madárka, igen, ami szintén ilyen jellegű dolgot. Ezeket fogjátok kirakni? Vagy? Igen, hát ez lesz úgymond a cégér, aha, az egyes szervezetek fölött, még mindenki hoz mondjuk molinót, rollápot, stb., aha, de lesz egy ilyen kis őszi hangulatú kis madárka, ami amúgy az évek alatt mindig fellelhető a programjainkon. Más ilyen jellegű egyesületekkel van egyébként kapcsolatotok? Alakul, mindenképp alakul. Nem annyira közelből, a közös sportegyesület, akikkel kifejezetten itt helyben. De hát országos szinten sok mindenkivel, és igazából mindenkivel, akivel úgy kapcsolatba kerülünk, elég valószínű, hogy az együttműködés is alakul. Például a ÁRT csoport Székesfehérvárról most velük alakul egy. Csak azért kérdezem, mert hogyha sok ilyen, most nem akarok nagy szavakat használni, de nyilván a sok ilyen civil kezdeményezés lenne, sok ilyen összefogás különböző mikro környezetekben, akkor azért valószínű, hogy elég szép és élhető lenne ez az ország, hogy így szépen növekednének ezek a fajta egyesületek. Még egy kérdés, hogy ha valaki látja ezt a műsort most, de nem ott lakik, de mégis ellátogatná erre a rendezvényre, megteheti? Igen, sok szeretettel várjuk. És ez is egy kérdés volt, hogy nem csak a homoktövis iskola családjai, vagy akik oda járnak gyerekek, hanem a környékről a kisebb gyerekes, nagyobb gyerekes, különböző kombinációba várjuk a résztvevőket. Szeptember 17-én szombaton 9:30 és 14 óra között, ugye? Igen. A Káposztási Családok Egyesületének szervezésében. 5. családi nap, mindenkit szeretettel várnak, különböző érdekes, tudományos, sportos, játékos, kulturális programmal. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.